Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez a podcast a 101-es szobából következő adása, 56. egyébként, így tudom fejből. Nagyon menő vagy. És olvashatátok, kedves hallgatóink, hogy egy vendéges adásunk van. Doktor? Dehogyis, nem doktor. Megelőlegeztük a doktort. Lombos Petra van velünk. Egy pillanat, mert itt van előttem. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatóságának munkatársa, FESZGYI áldozatsegítő munkatársa. Igen. Szakember. Nagyon gratulálok, hogy ezt végig tudtad mondani. Bármit végigmondok, ami itt van előttem kinyomtatva, vagy a telefonon mutatja. Hát ahogy láthatjátok, kedves hallgatók, a családon belül erőszakról, kapcsolaton belül erőszakról akarunk majd beszélni. De előtte még bemutatom itt az asztal túloldalán ülőket. Egyrészt Zsuzsa van még itt velünk. Hello, sziasztok! És Zoli van még itt velünk. Szerbusztok! Engem meg Áronnak hívnak, és hogy kerül a téma az asztalra? Úgy kerül a téma az asztalra, hogy igazából ezt már valamikor a február végén, március elején eldöntöttük, hogy akarunk egy ilyen adást csinálni. Amikor még úgy volt, hogy tartjuk a havi egy adásunkat, akkor a következő adásunk az lett volna, hogy följött a felszínre Magyar Péter, és egy ominózus Varga Juditos interjú után döntöttük el, hogy akarunk a családon belül erőszakról egy külön adást tartani, mert hogy méltatlanul úgy éreztük, hogy elsikkad ez a része a dolognak, és nem Magyar Péterről akartunk volna már akkor se beszélni, meg nem is Varga Juditról, meg nem az ő kettejük közötti konfliktusról, mert hogy nem tudjuk, azokat tudunk csak, amik kiderültek, hanem azon hergeltünk föl, hogy na basszus, el fogja venni a valódi, nem, ez se jó, ezt így mondani. Hogy kell ezt szépen mondani? Te mitől izgultál, Zoli? Mert az előbb... Engem, igen, én azon hergelődtem föl, akkor vagy talán nem is a hergelődés a jó szó, de minden esetre azért szerettem volna erről beszélgetni, mert az a benyomásom, hogy amikor egy-egy ilyen kapcsolati erőszakkal kapcsolatos hír valamifajta celebritásokkal kapcsolatosan bekerül a médiába, akkor azt olyan közegbe kerül, ahol szerintem nagyon rosszul van elmesélve a probléma maga, az alapprobléma. Fókuszál mindig a celebritásra, nyilván annak valaki rosszat akar, valaki jót. Nem szól magáról az alapproblémáról, és hogy én tökre szeretném, hogyha ennek kapcsán mi most az alapproblémáról tudnánk beszélgetni. És egyébként nem érdekel minket Varga Judit és Magyar Péter története. Nem azért, mert nem érdekes, hanem mert pont nem arról szeretnénk beszélni. Zsuzsa, te ezzel egy kicsit foglalkoztál is, sőt nekem kiderült, beugrott, hogy te voltál a NANE-nek az önkéntese. Abszolút, igen. Én ott kezdtem az önkéntes karrieremet a NANE-ba is. Nekem ez a téma azóta is nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy elképesztő, ami ebben az országban van így párkapcsolati erőszak, vagy kapcsolati erőszak terén. Sőt, én újságíró is úgy lettem, hogy írtam egy cikket egy titkos anya otthonról, amit beküldtem egy pályázatra, amit megnyertem, aminek az eredménye az lett, hogy a MOZ-ba befizettek annó, és kijártam az újságíróiskolát, és innentől kezdve a karrierem fényesen szárnyalt, és a szociális témák, meg ez a téma, ez különösen azóta is foglalkoztat, meg az egyik szívügyem. Így abszolút fókuszban van nálam, és itt vagyunk, és beszélünk arról, ami szerintem ez egy olyan téma egyébként, amiről nem lehet eleget beszélni, és biztos egy csomóan unják, és sokan azt mondják, hogy ez csak ezeknek, vagy azoknak a problémái, és hogy száfoljál meg, ha nem így van. Tehát ez nem csak a leszakadó rétegek a kis faluba problémái, hanem mindenkit érintő volt. Ezt nem tudom megcáfolni, de azt a részét, hogy azt gondolom, hogy ez egy makacsul demokratikus jelenség, ez a családon belüli erőszak. Más-más formát ölt, de mindenhol megtaláljuk, és az a részét viszont egy kicsit tudom cáfolni, hogy ez nem érinti az embereket, hogy ez olyan uncsi téma lenne. Mindig az érvényem, és szerintem nem csak udvariasságból, mert én ilyen egy témás szerző vagyok, hogy nem csak udvariasságból érdeklődnek, hanem hogy nagyon nagy figyelmet kap azért a téma. Nagyon érdekes, hogy hogyan lehet ezt a figyelmet becsatornázni. Hogy vannak olyan közegek, amit most így meg is próbálgattunk, hogy mi az a helyzet, amikor erről lehet beszélni, és lehet igazi kérdéseket föltenni. És általában vadidegenek egymással, például egy közösségi médiában egész jól tudnak erről beszélni. Mi tettünk Ferencvárosban egy kísérletet, hogy bevigyük a témát a a szomszédsági közegbe, és ott érdekes módon így eltávolítva lehet csak. Tehát, hogy ott nem lehet úgy beszélni róla, hogy az én problémám, vagy az én hozzátartozóm problémája, és aztán megint csak van egy olyan közeg, ahol viszont lehet beszélni, ez a segítői közeg, a négy szem közti közeg. Uh-huh. És hogy azt gondolom, hogy egyre inkább vannak az embereknek szavaik erről, hogy egyre többször, nekem is van egy szép hosszú karrierem ebben a témában, én is megjártam a NANE-t egy évtizedecskét ott eltöltöttem, és hogy az első tapasztalásaim azok valóban ilyen segélyvonalas tapasztalások voltak, ahol még újat tudtunk azzal mondani, amikor azt mondtuk, hogy igen, azért, mert valaki nem fizikai erőszak áldozata, attól még ő lehet bántalmazás áldozata. Ma már azért nagyon pontosan tudják, hogy a szexuális erőszak, a gazdasági erőszak, és ennek az összes leágazása az ugyanúgy hozzátartozik. Verbális is. Verbális, pontosan. Ez a verbálisnak vannak ilyen nagyon, nagyon durva rendszerei, hogy hogyan függ össze például egy kapcsolati erőszakkal a gyerekbántalmazás, aminek szintén nem a fizikai része, hanem hogyan lehet a gyereket felhasználni mondjuk egy nyomásgyakorlásra, hogyan tudjuk a kapcsolat felszámolása után a kapcsolattartást használni a nyomásgyakorlásra. És ugye manipuláció is ide tartozik, tehát az is nagyon is, hogyne. Szóval, hogy ilyen érdekes megfigyeléseink vannak, hogy azért ez nagyon-nagyon figyelemre számot tartó téma. De az hogy van, hogy nekem is az a tapasztalatom, hogy tulajdonképpen lehet erről már beszélni, vagy meg most már ez nem annyira tabu téma, mint volt mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, de közben... De nem állnak ki, tehát egy olyat mondott mondjuk barátod, hogy ő... Olyat nem, de családon belüli nem, de mondjuk olyan... sztorikat már elmondtunk a saját baráti társaságunkba, ami mondjuk velem történt erőszak gimnáziumban, nem szexuális, de hogy tehát erőszak, tanár-diák között, vagy olyan, hogy vele történt az uszodában, ahol mondjuk edző és tehát ilyen típusúról már nyíltan tudunk a saját baráti társunkból is beszélgetni. Azt képzelem, hogy a családon belül nem volt, de persze lehet, hogy volt, csak nem tudunk róla, de azt nem értem, hogy az hogy van viszont, hogy a statisztikák szerint meg, nem tudom, évi 200 000 vagy mennyi családon belüli kapcsolati erőszak van, miközben a hivatalos eljárások száma meg évi ilyen pár száz. Tudtam, tehát, hogy számokat fogsz mondani, és akkor én le fogok akadni, szóval nem tudom. Az csak az arányban érdekes. Tehát, hogy ez hogy van, hogy beszélni tudunk, mert nyíltabbak vagyunk, nem annyira tabu, és közben az eljárások pedig... Iszonyatosan nehéz, amit mondasz, mert úgy néz ki a jog, hogy a jog valamilyen módon definiálja a bántalmazást, a kapcsolati erőszakot, a családon belüli erőszakot. Ehhez képest van a valóságunk, ami meg nagyon mást mutat. A jog az egy nagyon szűk szűrő, amivel így elhúzzuk szépen a történések fölött, hogy értsétek, például én együtt dolgozom ebben az áldozatsegítő teamben, nekünk van egy jogászunk, Ibolya, akit azt az újítást vetettük be, hogy ő nem csak jogi tanácsadást tart, hanem jogi képviseletet is ellát, mert van egy fővárosi pályázat, amiben megpályáztuk, hogy ő borzasztó szerény díjazásért, de végig kíséri az embereket. És akkor van egy ilyen csoda dolog, ami úgy hívjuk, hogy megelőző távoltartás, a csodát azt nagyon idézőjelben értettük, mert rendkívül fogyatékos. Megelőző távoltartás az úgy néz ki, hogy el kell mennünk a bíróságra, és el kell mondanunk az elkövető jelenlétében, hogy ő mit tett, és aztán tanúkat is kell hoznunk, hogy ő mit tett, ezt tanúsítanunk kell a bíróságon, és akkor a bíróság elrendeli, vagy nem rendeli el a távoltartást 30-60, maximum ennyi napra. Sokszor az áldozat és az elkövető ugyanabból az otthonból indul el, ugyanott kapják meg az értesítést, hogy menjenek el erre a bizonyos bírósági tárgyalásra. És például most volt egy olyan esetünk, amikor egy fiatal nő 2 kicsi gyerekkel nem tudta még, hogy mi elérhető szolgáltatás vagyunk, és ő maga elindította ezt a bizonyos megelőző távoltartást. Ó, elég tudatos. Elég tudatos volt, de nem sikerült neki. Mert hogy azokat a tényeket, ami vele történt, nem tudta olyan módon csoportosítani, interpretálni, ami a bíróság előtt megállt volna. Aztán mi találkoztunk, és akkor azt mondtuk, hogy látnánk annak értelmét, hogy ezt még egyszer megpróbáljuk. Őt egyébként már biztonságba helyeztük, és erről majd beszéljünk, hogy lehet ezt így elérni, nagyon szűkös eszközökkel, de minden esetre biztonságban volt, nem az elkövetőtől egy háztartásban indult el. És akkor az történt, hogy ugyanazoknak a tényeknek alapján a bíróság, egy másik bíró helyben hagyta, és 60 napra a megelőző távoltartást elrendelte, ami azt jelentette, hogy az ő lakóhelyéhez, a gyermeke intézményéhez és az ő anyukájának lakóhelyéhez nem mehetett oda az elkövető, és nem fenyegethette, egyáltalán hozzá se szólhat. És hát az most egy következő kérdés, hogy mi lesz, amikor letelik ez a 60 nap, ez most nem sokára le fog telni, de hogy vannak, miközben ugye a mi jogászunk, aki az ő ügyvédje lett, közben elkísérte a rendőrségre a tanúvallomástételhez, és ott kiderült, hogy a rendőrségnek is vannak arra eszközei, hogy meghosszabbítsa ezt a távoltartást, mert hogy onnantól kezdve ez a jogi eszköz kinyílik. Igen ám, de hogyha ő egyedül, mert mondjuk nincs pénze arra, hogy egy nagyon ügyes, ehhez a témához értő jogászt fölkérjen, akkor nincs számára jogbiztonság. Ha találkozunk velük, és az a mázlink van, és az az esetlegességbe következik, hogy pont Ferencvárosban van, és pont van szabad kapacitásunk, akkor ennek a lánynak és a gyerekeinek meg tudtuk teremteni ezt a biztonságot. Nagyon nem mindegy, hogy ő honnét indul, mert hogy közben ugye a gyerekeinek a szülői felügyeletét, kapcsolattartását és minden más egyéb tartását, minden más egyebet is rendezni kell, és hogy ugye ezek az ügyek összekapcsolódnak. Ha valahol már sikerül elrendelni egy megelőző távoltartást, akkor a polgári peres eljárásban máshogy néz ki, más eredmény várható egy kapcsolattartás és egy szülői felügyelet kérdésében. De nem akarom elvinni ilyen jogi kérdést, csak hogy ezek rendkívüli módon befolyásolják az áldozatok mindennapjait. Egyébként ez nagyon izgi, amit mondasz, mert egyfelől a kicsit arra, én úgy értem, mint hogyha arra is utalnál, hogy az a jogszabályon, vagy az jogszabály halmaz, ami benneteket segít ebben a dologban, az nem feltétlenül mindig mindenkit segít, tehát hogy nem feltétlenül jó az a jogszabály, lehet, hogy azon volna mit javítani. És a másik, ami meg én nagyon sokszor tetten érek ezekben a történetekben, hogy a hazai jogrendszer helyes használata, tehát az átlag állampolgár számára egyáltalán nem hozzáférhető, mert hogy olyan típusú tudás szükséges a helyes használatához, amivel nem rendelkezik az állampolgár. Nincs egy olyan támogató rendszer, ami nem is feltétlenül emberekből áll, hanem csak mondjuk az egyes intézményeknek a kommunikációjából, hogy az érthetővé tegye az egyébként nagyon bonyolult jogi környezetet, és lefordítsa, megmutassa annak a használhatóságát mondjuk egy legalább, hogy mondjam, a mindennapi életben egyébként elboldoguló ember számára. Hát, hogy úgy mondjuk, a jog nem tárja szélesre kapuit a szűkölködők és rászorulók előtt, valóban ez a tapasztalatunk. És hát ugye ebből következik a válasz a te eredeti kérdésedre, hogy az történik, hogy mivel hogy nem mindenki mellé állíthatunk egy ügyvédet, ezért nagyon sokszor ezek az ügyek bizonyíthatóság hiányában nem kerülnek vádemelési szakba. És itt nem bűncselekmény hiányában, hanem bizonyíthatóság hiányában. Például a gyerekek elleni erőszak esetek, a gyerekek tanúként való meghallgatásának akadályai miatt nem, a felnőttek elleni is, ugye, amikor látja egy áldozat, hogy hát azért az a büntetési tétel, amit mondjuk egy ilyen ügyben el lehet érni, az nagyon alacsony, tehát mondjuk egy szabálysértés, vagy egy próbára bocsátás maximum, ami történhet, ugye egy pénzbüntetés, akkor nem nagyon érdemes neki beleállni ebbe a helyzetbe, mert hogy az ő számára viszont nagyon-nagyon kockázatos, hiszen az elkövetőt nem fogja senki megállítani, és nem fogja azt mondani, hogy ennek az áldozatnak valamilyen biztonságot fogok tudni szolgáltatni. Tehát jobban jár, sokszor azt tanulja meg egy eljárás során, jobban jár, hogyha visszavonja az ő vádját. Tehát nagyon sok eset az látenciában marad, főleg, hogyha valaki már egyszer végigment ezen az úton, akkor nem fogja még egyszer megpróbálni. Még a másik, amikor valakinek mondjuk a gyereke kerül ilyen helyzetben, hogy kiteszem-e a gyerekemet annak, hogy bizonyítható-e az a kérdés, amivel én vádolom az elkövetőt, vagy sem, és akkor ugye a gyerek szavahihetősége, vagy akár egy felnőtt szavahihetősége. És ez megint csak olyan, ami ugye egy picit visszatérve erre az eredeti kérdésre, amit én nagyon örültem, hogy nem arról beszélünk, de hogy ugye az összes celebritás esetében azon kezdünk el gondolkozni, hogy hihetünk-e annak az illetőnek, vagy sem. És ez az, ami rávetül az áldozatokra, amikor arról kezdünk el gondolkozni, hogy oké, elhiszem-e azt, amit ő mond, vagy sem, és akkor viszont az általam ismert esetekben is hihetek-e az áldozatnak, vagy sem. És ugye ez egy nagyon, nagyon rossz út, szoktuk mi mondani segítőként, mert sokkal jobb nekünk, hogyha naívak tudunk maradni segítőként, és elfogadjuk az áldozatok valóságát, és nem kérdőjelezzük meg. Én megkérdeztek valamit, mert ezt sose értettem egyébként, hogy ugye, ha én jól értem, de segíts meg, hogy jól értem-e, hogy az, amit mondjuk verbális szinten el lehet követni egy kapcsolatban, amit egyébként ugye kapcsolati erőszakként tudunk definiálni, mondjuk ennél az asztalnál mindenképpen, azt a jog nem tekinti még csak szabálysértésnek sem, tehát hogy semmilyen módon nem szankcionálja, mégis ugye olyan helyzet tud teremtődni, ahonnan már menteni kéne az áldozati szerepben lévő felet. És kérdezem én, hogy akkor ezzel a helyzettel mit kezd a bíró, mit kezd a rendőr, mit kezdtek ti? A verbális erőszak, szóbeli erőszak, megkérdőjelezés, lealacsonyítás, még akár a gazdasági visszaélés is való megkérdőjelezés, az összes minden, tehát hogy azért ezek nagyon súlyos dolgok, de hogy valóban ezek nem tartoznak a büntetendő cselekmények közé. Tehát nem kerül a bíró elé. Igen, nem kerül a bíró elé. De kerül? Elén kerül, és általában azt szoktuk nézni ilyenkor, hogy az összes ilyen szóbeli erőszak azért azt szoktuk gondolni, hogy azért a súlyosabb esetek előszobája. Tehát, hogy ott az biztos, hogy eszkalálódik valamilyen módon, és összességében nem szokott nagyon megalázó és ordítozós verbális erőszaknál megmaradni. De hogy ez ténylegesen, ez csúnyán beszélni szabad az embernek a partnerével, még a gyerekével is szabad csúnyán beszélni, és hogy akár az is egy felmerülő kérdés az elkövető részéről, hogy miért tartjuk ezt problematikusnak, miért gondoljuk azt, hogy ebbe beleszólhatunk. És ezek általában társulnak, tehát hogy azt szoktuk mondani, hogy a fizikai erőszak sem mindig ütések, hanem hogy azért annak is szoktak olyan nagyon, nagyon szubtilis, nehezen megfogható formái lenni, de ha már megjelenik a fizikai erőszak, tulajdonképpen az áldozat paradox módon jobb helyzetben van, mert van egy cselekmény, amire rá tudja tenni az ujját, hogy ez nem oké, hogy ez nekem nem fér bele, de egészen addig, ameddig az ő önbecsülésének aláásása szóbeli eszközökkel történik, addig csak azt érzi, hogy valami nem oké. Ráadásul ugye ez is ilyen ciklikusan szokott történni, hogy nagy őrjöngések, nagy veszekedések, nagy gyalászkodások, és aztán bocsánatkérések. Van egy olyan szintje, ami még belesimulhat egy általános partnerkapcsolatba, és nem vesszük észre, hogy hol történik az, amikor már ez bizony az áldozatnak olyan ellehetetlenítését eredményezi, amitől ő már sokkal kevesebb hatalommal fog rendelkezni abban a kapcsolatban, meg egyáltalán a világban sokkal kevésbé fogja azt gondolni, hogy neki helye van, és leginkább azt kevésbé fogja gondolni, hogy valaha érdemes lehet arra, hogy új életet kezdjen, hogy ő ki tudjon lépni ebből a partnerkapcsolatból, ő úgysem lesz alkalmas arra, hogy egyedül újraindítsa az életét, hogy gondoskodjon a gyerekeiről, szóval, hogy ezek nagyon, és amit mondasz még, a gazdasági erőszak. Ezek is, ha a különböző társadalmi rétegekben nézem, nagyon másként fog kinézni. Ugye mi Ferencvárosban széles spektrumon dolgozunk nagyon egyszerű emberekkel, ahol a gazdasági erőszak úgy néz ki, hogy veszek a nevedre egy tévét, és elmondja az elkövető, hogy az mennyire jó lesz, amikor egy hatalmas tévén fogjuk nézni a közös albérletünkben a meccset, ami nyilván nagyon vágyik rá. Az egyik fél kicsit kevésbé érdekli, igen, mint a másikat. És hogy persze a te nevedre kell venni, és ameddig mi együtt leszünk, addig én fizetem a részleteket. Aztán vagy fizeti, vagy nem, és nagyon gyorsan az eladósodás útjára lehet ezzel lépni. A másikon volt olyan áldozat, akivel dolgoztunk, aki több diplomás, üzleti világban dolgozik, cégei voltak, innovációi voltak, és az ő cégeit egész egyszerűen meg lehetett szerezni az elkövetőnek, ki lehetett az üzleti kapcsolataiból forgatni, és aztán lehetett azt mondani, hogy miután egyre nehezebben és egyre dühösebben reagált ezekre, akkor lehetett azt mondani, hogy nem ajánlja az üzleti kapcsolódást az illető, amely kicsit olyan furcsa mostanában. És hogy az egyébként a pszichiátriai betegséggel való, tehát az felvillantani a pszichiátriai betegségkártyát, vagy az a szenvedélybetegségkártyát, azzal mindig nagyon jó. Hogy mondják magyarul a gázlájt? Gázlángozásnak. Ezt mondják magyarul? Magyarul is mondják, és akkor még ezt így meg kell magyaráznunk általában. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nem mindenkinek egyértelmű, hogy ez mit jelent. Nem tudom jól megfogalmazni, de az, hogy a másikról olyat mondasz, hogy ő milyen, ami a valóságban nem, csak utána a másik is elkezdi elhinni azt, amit rámond a partnerek. Tehát kb. Ezt jelent. Körülbelül ezt jelenti, meg van egy kis megőrítés is benne, hogy így már ő maga se higgyen saját magában, és elő lehet állítani egy olyan megkérdőjelezett helyzetet, amikor így hirtelen valaki már nem biztos a saját alapvetéseiben sem. Szóval, hogy nagyon sokféle módját látjuk ezeknek, ahogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hát persze ne kerüljük ki a szexuális erőszak is, amikor ennek az egész rendszernek a része. A szexuális erőszak, aminek egyébként a szexuális önrendelkezés is része, tehát itt a reprodukció, gyerekvállalásra, kényszerítés, gyerekvállalás megtagadása, nem tudom, a sorsára hagyni, amikor általában egyébként a várandóság második trimeszterében szokott ez belobbanni, nagyon kísértetiesen szoktuk látni, tehát ezt így tanuljuk, hogy ez egy ilyen kritikus pont, és amikor jönnek az áldozatok, és így elmondja, és visszakérdezünk, hogy mikor történt az első fizikai erőszak, és akkor így visszagondol, és kiderül, hogy akkor volt 4 hónapos várandós. Nem azért, mert onnantól látszik, és ettől így... Nem megváltoztatható a helyzet. Ja, meg hogy az abortusz... Ahogy az onnantól kezdve abból gyerek lesz. Ja. És hogy az egy kényszerítő helyzet. Ja. És ez például, na ez a része, ez annyira finom, hogy ezt minden társadalmi csoportban látjuk. De van, ami meg csak így egyik irányból jellemző, vagy másik irányból. Én visszaugornék egy kicsit arra, hogy te mit csinálsz pontosan. Ez mindenhol van-e az országban? Ez Ferencvárosnak egy találmánya? Ez egyáltalán, mert hogy szerintem az emberek nagy része nem is hallott erről soha. Nyilván aki nem érintett, az valószínűleg nem hallott. Aki meg érintett, annak lehet, hogy jó arról. Igen, hogy egyáltalán ez mi ez a dolog. Ez azért fontos, mert hogyha ezek a számok körülbelül valósak, amiket ezek a felmérések mondanak, hogy több százezer embert érint ez évente, akkor ez gyakorlatilag mindenkit érint, vagy közvetlenül, vagy közvetett módon. Tehát, hogy jó, ha mindenki tudja, hogy milyen ilyen intézmények vannak, és ugye Ferencvárosban, ahogy ti működtök. Van ez a nyelvtörőnk, ahogyan minket hívnak, és ebből, ami nem Ferencváros, hanem ez a Szociális és Gyermekjóléti Intézmények. Ez a része, ez tulajdonképpen minden településen elérhető kell, hogy legyen. Ez egy olyan rendszer, amit a magyar állam, a szociális és gyermekvédelmi, gyermekek biztonsága érdekében létrehoz, működtet az egész országban. Ez az, amit a köznyelv családsegítőként ismer, vagy ez nem? A köznyelv, igen, ez a családsegítő, a gyerekjólét. Igen, ez a családsegítő és gyerekjóléti, igen, mi időnként hívjuk gyereknyomorítónak, mert tehát az ügyfeleinktől tanultuk, mindenféle változatos elnevezéseik vannak. Szóval ti emelitek ki a gyerekeket a családból. Ja, mi visszük el, igen. Mint alapfoglalkozás. Ez lenne az alapszolgáltatás, ami mindenki számára elérhető, és hogyha valaki bajban van, akár úgy is bajban van, hogy a családjában erőszak áldozata, felnőttként, gyerekként, kamaszként, akkor ott vannak olyan szakemberek, akihez tud fordulni. Ezeket az önkormányzatok tartják fönn, de kapnak minden hónapban, évente az erre a működtetésre úgynevezett címkézett normatív pénzt. És ugye ennek természetesen ilyen törvényekben, szociális és gyermekvédelmi törvényben szabályozott feladatok vannak. Azt látjuk, hogy ez egy olyan zsák, amiben minden feladatot bele lehet gyömöszölni. Foglalkozzanak ezek a szakemberek mindenkivel, és egyetem mindenhez értsenek, és lassan kireped a zsák. És Ferencvárosban azt az innovációt próbáltuk meg, hogy van ez a rendszer, egyébként még nem is rossz Ferencvárosban, de hogy ez a rendszer sincs kész, ráfér némi megerősítés. És ezért mi azt mondtuk, de hogy mondtuk mi? Szóval, hogy azt mondta nekünk a polgármesterünk és a képviselőtestület, hogy hozzunk létre egy olyan pici tímet, nem baj, ha olcsó, 2 emberből áll, nyilván mert, hogy nincs nagyon sok. Világos. 2 embert rendeltünk, és mondjuk azt, hogy ennek a 2 embernek, meg van még másik 2 ember, akit megbízással foglalkoztatunk, legyen ennek a 4 embernek az a dolga, hogy családon belüli erőszak áldozataival foglalkozik. De mi úgy foglalkozunk, hogy a mi kollégáink minket bekapcsolnak egyes ügyekbe, vagy mi kapcsoljuk be. Tehát nem az a dolgunk, hogy az elejétől a végéig mi megoldjunk minden problémát, hanem hogy tímet hozunk össze. És mert hogy rettenetesen leterheltek, tehát nem lehet több százas esetszám mellett minőségben dolgozni. Úgy ráadásul, hogy ugye ezek krízisügyek. És hogy mi azt mondjuk, hogy figyeljetek kollégák, mondjuk a kollégáknak, hogy nekünk van egy ilyen krízis működésünk, és hogy nekem nem baj, hogyha este 6 után csörög a telefonom, meg nem baj, hogyha hétvégén, meg hogy én be fogok ülni az autóba, és akkor ezt elintézem, szóljatok nyugodtan, és szívesen segítek nektek is, menjünk együtt, de ha te éppen nem érsz rá, akkor csinálom egyedül, és vissza fogok neked jelezni, hogy mi történt abban az esetben, és azt is mindjárt mondom, hogy mit csinálunk. Mert hogy a 2 ember, tehát 2-en vagyunk az én kollégámmal, és van egy pszichológusunk, és van ez a már emlegetett jogászunk. És akkor így azt mondtuk, hogy van egy csomó tudás, amit így nekünk egyrészt megvan, és szeretnénk működtetni, így Ferencvároson belül, meg volt néhány olyan sarokpont, amit tudtunk, hogy nekünk csinálnunk kell. Mert ugye a megrendelésünk az úgy szólt, hogy ez még 2020-ban ugye Barany Krisztina azt mondta, hogy lakásokat akar elkülöníteni bántalmazott nők számára. Ezek a bizonyos védett lakások, ez lett az a brand, amiről elhíresült, és hogy vannak ilyen lakások, nekünk a lakásokat működtetni, tehát mi működtetjük, mi biztosítjuk a bentlakók számára a szociális munkával támogatott lakhatást, ezt a szép nevet kölcsönöztük a NANE-tól, ezt az ők találmányuk volt, de nagyon kifejező, mert hogy nem kötelezünk erre embereket, hanem ezt szolgáltatásként nyújtjuk, nem egy lakáskulcsot adunk át, hanem adunk mellé szolgáltatást, mert hogy 1-1,5 év múlva ők elhagyják ezt a lakást, tehát ez nem hosszú időre szól, nem örök életre oldottuk meg a problémát, és ezen túl viszont azt is tudtuk, hogy ez nem lesz elég. Tehát, hogy a lakás az egy halmaz tud lefedni, de a lakás, ameddig Ferencvárosból Ferencvárosba menekítünk, addig például az életveszély esetében az nem lesz jó, mert nagyon hamar dekonspirálódni fog. Tehát van egy intézmény is emellett, egyébként van egy országos rendszer, és egy picike országos rendszer, és a picike országos rendszer kapacitásaiba szabad nekünk is, nem tudom, részt szerezni. Tehát ez úgy néz ki, családok átmeneti otthonaiban vannak ilyen krízisférőhelyek, összesen 330 és 50 között az egész országban. Azért ezt látjuk, hogy ez nem nagyon sok, és ez van családon belüli erőszak és prostitúciós célú emberkereskedelem áldozatai számára. Na így meg aztán végképp nagyon kevés. Aki az országos rendszeren belül menekül, az azt vállalja, hogy életveszélyben van, tehát hogy van egy olyan checklista, amin nagyon nagy sűrű veszélyben kell lennie, vállalnia kell azt, hogy az ország másik felébe el fog költözni, amit azért az áldozatok többsége nem mindig tud vállalni. Megtehetem-e azt a gyerekemmel, hogy kiragadom az összes környezetéből, a gyerekkori barátai, a nagymamája, a mindenhonnan, az iskolája, és elviszem. Sokan azt mondják, hogy nem tehetem meg a gyerekemmel, ő kevésbé van veszélyben, én nagyobb veszélyben vagyok, de akkor legfeljebb engem fog bántani, és a gyereknek akkor meg biztosítunk, zárójel. És akkor mi azt mondjuk, hogy mi leszerződtünk az egyik intézménnyel. A budapesti férőhelyek nincsenek mindig tele. mert hogy Budapestről vidékre még csak-csak menekülnek áldozatok, de vidékről Budapestre még kevésbé. És azt mondjuk, hogy ezekre a férőhelyekre, amikor van szabad kapacitás, akkor mi kifizetjük, Ferencváros kifizeti ezt a normatívát, és akkor oda be tudjuk költöztetni. És nekünk az már nagyon nagy szó, hogy nem a városból kell elmenni egy másik megyébe, hanem csak a város szélére. És hogy meg tudjuk tartani ezeket az embereket, amikor stabilizáljuk ott az állapotukat, akkor lehet, hogy vissza tudjuk hozni a lakásba, vagy már ő maga össze tudja annyira szedni, hogy a saját erőforrásait tudja használni. És akkor ez a 30%-unk, ez az életveszély, vagy a lakásba berakható, mert nincs életveszélyben, vagy az elkövető észrevette, hogy ebből baj lesz, és érdemes leállni, azért az is van. És van 70%-unk, akinek meg van erőforrása, Ferencvárosban is. De ezekkel az emberekkel is dolgoznunk kell, mert hogy tehát valahogy a krízisben lévő ember működése, kognitív szintje, egyáltalán a logikus gondolkodása eltűnik, és mindannyiunknak, és ott kell egy navigátor mellé. És amikor föltisztul, akkor minden oké. De hogy kell valaki mellé, aki ebben a krízisben segíteni tudja. És akkor ebben, tehát van egy ilyen szolgáltatásunk, hogy krízisben, akkor hetente többször beszélünk, oda megyünk, lehet hívni, nem tudom, időnként ilyen alapvető megakadásokban tudjuk átvezetni az embereket, és amikor már biztonságban vannak, akkor viszont már teljesen jól tudják működtetni a saját képességeiket. Tehát, hogy ők fogják és elmennek. Nekem ez egy tök jó mintaprojektnek tűnik. Volt már olyan, aki lemásolta? Akár más kerület, akár most van másolás alatt. Hát egyrészt megnézzük, hogy ebből mi az, amit, mert még vannak részei ennek a projektnek, mert ilyenkor, ha csak ennyit csinálnánk, akkor unatkoznánk, de hogy úgy sincsenek ugye tele a szálláshelyek se, tehát hogy akkor... Most van az, amikor, hogy az elején nagyon akartuk, hogy másolják le, mert lakások, és nagyon sokan azt reagálták rá budapesti kerületek, hogy nekünk nincsen lakásunk. De hogy nem lakásról szól a dolog, ha nincs lakásod, akkor is tudsz segíteni egy néhány embert, ha ezzel a feladattal megbízol, akkor biztos, hogy tudnál segíteni a saját településeden. De hogy így még nem, de ma például már nagyon a 8. kerülettel már nagyon elkezdtünk. Most már ilyen dokumentumokkal, tehát hogy így cserélgetünk, vagy én így rendelkezésükre bocsátom, mert ugye azt gondoltuk, hogy amit mi így a nulláról kitaláltunk, azt nekik ne kelljen, hanem majd amikor már, akkor meg már majd összegezzük a tudásainkat. És akkor még a 3. kerület a múltkor még jelezte, hogy szintén lennének lakásai, és akkor ő lehet, hogy ő szívesen csatlakozná ehhez. Itt a 3. van, ott van egy családok átmehet otthra, a 3. kerület. Itt hadd kérdezzem már meg, hogy ezen a ponton, hogy engem nagyon meglep az, hogy 3 kerületet soroltál föl, akik ebben most valami fajta együttműködés bontakozik ki, vagy valami kommunikáció zajlik legalább köztetek, hogy ezek szerint nincs egy olyan országos hálózat, olyan országos intézmény, aki mondjuk ezeket így összefogná, megpróbálná itt megtalálni a szinergiákat. Hello, neked van meleg, bajban lévő családod, neked meg van lakásod. Te hát, hol van egy, hát én kérdezek csak itt ebben az országban. Én is szeretnék ott élni. Nagyon keresem ezeket a pontokat. Egyébként ne legyünk igazságtalanok, két szempontból sem, mert vannak még kerületek, ahol elindultak gondolkodások, és szerencsére a főváros elkezdett most egy ilyen ernyőszervezetként működni, ami fantasztikus. És hogy a fővárosnak lett egy családon belüli erőszak koncepciója, meg lett drog, meg lett hajléktalan, nem tudom, a többiben nem látok bele, ez a családon belüli erőszak része, de hogy ebben elkezdett azt mondta, hogy ő meghívja a kerületeket, és hogy beszélgessünk, hogy kinek mi van a tartsójában, és nézzük össze, rakjuk össze a tudásainkat. Most egyelőre még sokat szerepelek ebben, mert hogy így vannak, de közben meg iszonyú fontos tudások vannak, tehát hogy az is nem szabad, azért mert nálunk van egy pici tím, Azért az alapellátásokban, családsegítőkben, gyerekjólétikben nagyon sok tudás van, nagyon sok tapasztalás van, de nem hálózatosodik. Nekem meg ez a mániám, hogy csináljunk hálózatokat, kapcsolódjunk össze, mert hogy van egy ilyen nagyon, nagyon romantikus mondat, hogy amikor az én határaimhoz, segítői határaimhoz elértem, akkor ha nagyon nagy szerencsém van és vannak partnereim, akkor valakinek pont ott fog kezdődni az ő segítői praxisa. És hogy át tudom őt adni, és így nem kell elveszítenünk embereket. Ez úgy néz ki a dolog, hogyha valaki úgy érzi, hogy családon belüli erőszak áldozata, az besétál hozzátok, és nem tudom, ki egy időpontot, és elmesél, hogy mi van vele, ti meg elmondjátok neki, hogy milyen egyáltalán mit tegyen, vagy milyen lehetőségei vannak? Vagy... Hogy általában szoktam kapni, nekünk vannak ilyen matricáink, az volt az első, kicsit így átmentünk ilyen gerilla marketingbe, hogy vannak ilyen gondolatbuborék matricáink, 7 ilyen odavágós ütős mondattal, mint a pofon az nem szeretett, és rajta a kis telefonszám, ami nálam csörög. És akkor így fölhívnak, és, vagy becsörögnek, vagy az ő családgondozója, már van vele, csak hogy megbeszélünk egy időpontot. Ha nem tud, először is ugye van egy ilyen beugró kérdés, hogy életveszélyben van-e, most veszélyben van-e, most kell lemenekítenem. Van-e abban a helyzetben, hogy tudjon most beszélni? El tud-e valaha jönni, vagy menjek én hozzá? Mi az az időpont, amikor ő biztonsággal ki tud jönni a lakásból? Tehát, hogy ilyen föltérképezni, hogy mi van, és akkor valóban, ha sikerül, akkor találkozunk valahol, és akkor fölmérem iszonyú gyorsan, vagy a munkatársam, így vannak ilyen jó kérdéseink, hogy melyik működést kell, hogy azonnal kell menekíteni, azonnal kell valami lakhatást pótolni az ő számára, vagy van még ideje, egy tervezett elmenekülésre, nem most kell kirohanni a vérző orral a lakásból, hanem össze tudja szedni a gyereke maciát, az ő iratait, a tulajdoni lapot, a bankkártyáját, és a slusszkulcsát, ha van neki, tehát, hogy van-e ideje valamennyire, és azt pontosan szokták tudni az áldozatok, hogy mennyi időm van a következő erőszakkitörésig. És ehhez képest, így akkor azt mondjuk, hogy így ezt, tehát, hogy tudlak menekíteni, ha az a helyzeted van, de ha azt mondod, hogy van még 3 napod, akkor gondoljuk azt végig, én segítek abban, hogy mik azok az alapvetően fontos dolgok, amiket kihozz a lakásodból, és hogy utána hova tudsz menni. Van, amikor azt mondja, hogy nem tudom, van egy vidéki nagynéném, és akkor is az is fontos, mert ugye ezeknek a bizonyos gyerekjóléti és családsegítőknek az a sújtásuk van, hogy addig foglalkozhatnak valakivel, amíg a területükön van. Na, ezt akartam kérdezni, hogy olyan megy a vidéki nagyihoz, vagy rokonhoz, igen. Akkor utána és nektek bármilyen utánkövetés... Vagy... Hiszen, ha ferencvárosi kötődésű, ő vissza fog jönni Ferencvárosba, és akarjuk is, hogy visszajöjjön Ferencvárosba. Tehát, hogy akkor mi telefonon tartjuk a kapcsolatot. De még akkor is, hogyha tudom, hogy nem fog visszajönni. Tehát, hogyha találkoztam valakivel, aki például most volt egy olyanunk, hogy egy kerületi óvónéni, aki valamelyest kollega is, valamelyest meg segítségkérő is, és hogy ő elköltözött egy másik városba. De a mai napig, nem tudom, hetente egyszer beszélünk, mert tudni szeretném, hogy mi van vele. Ő 2-3 hét alatt egy iszonyú kemény nő kilépett a kapcsolatából, összeszedett mindent, mosógéppel együtt menekült, vett egy lakást, elképesztő, döbbenetes nő, és munkát szerzett, és a 2 gyerekét intézménybe íratta, és tök jól van, köszöni szépen, de hát önmagában, tehát hogy egy ilyen nőt, hát azért hetente egyszer érdemes vele beszélni, mert nagyon sokat lehet tőle tanulni, hogy csinálja ezt az ember, de van olyan, akit elmenekítünk, most éppen egy titkos anya otthonban van, és a kerületben maradt családtagjaival van dolgunk, mert hogy ők az ő támogatói, vissza fog jönni, ők a nagymamával, a tesóval, és hogy velük, mert ők is veszélyben vannak. Ott az elkövető veszélyes a többi családtagra is. nagyon nem csak a négy fal között bántalmaz, ő azért már kifelé is megmutatja, hogy tud erőszakos lenni, és a család nőtagjait, a tágabb család nőtagjait fenyegeti. És akkor velük is biztonsági tervet kell készítenünk. És hát igen, az a cél, hogy a gyerekek meg az ő anyukájuk jöjjenek vissza Ferencvárosba, hiszen úgy születésétől kezdve ez a nő ott élt ebben a városrészben, nem szeretnénk őt elveszíteni. Engem még egy, mert nagyon sok ünnep foglalkoztat, de most azt szeretném megkérdezni, hogy van-e Ferencvárosban, meg hogy szerinted van-e az országban, de a Ferencvárosra valószínűleg jobban rálátsz, olyan jelzőrendszer a többi intézményben, ami segít nektek, vagy segít akár az áldozatoknak kapcsolódni egymáshoz, illetve egy picit ide azt is becsempészném, hogy itt létezik-e a prevenció fogalma. A jelzőrendszer, ez van, ennek a bizonyos gyermekvédelmi körvénynek, ez egy ilyen nagyon sarokpontja, van egy ilyen ködös elvont jelzőrendszer, és most már olyannyira, hogy most már fenyegetőzés is történik, hogyha nem jelzel a jelzőrendszerben gyerekbántalmazást, akkor szakemberként akár meg is büntethetnek, sőt, letöltendő börtönbüntetésed is lehet. Ugye, amikor vannak ezek a, tudjátok, ezek a szalagcímek, gyerekbántalmazás, igen, halállal, gyilkossággal végződő gyerekbántalmazás, akkor mindig ezek mindig szigorítanak. Hol volt a jelzőrendszer, és akkor nagyon-nagyon szigorított, és ettől viszont a jelzőrendszer már rettenetesen ideges. Mert hogy tehát nem elég, hogy a jelzésben nincs biztonságunk, de még hogyha meg is fenyegetnek azzal, hogy de nagyon megbüntetlek, hogyha nem jelzel, akkor meg aztán végképp egy ilyen furcsa faramúci helyzetbe kerülünk. Mi ugye csináltuk, most van nekünk egy ilyen, mert ugye szakemberekkel is dolgozunk, meg a lakossággal is dolgozunk, mert hogy sok a szabadidőnk, és akkor a szakembereknek csináltunk, az egyik, nem tudom, unalmas délutánomon kitaláltam, hogy nem tudok esetmegbeszéléseket csinálni a szó klasszikus értelmében, amit így a szakemberek szoktak csinálni, ilyen pszichológusok, meg szociális szakemberek. Nem tudok szupervíziót csinálni, bár elvileg nekem van egy ilyen végzettségem, de hát ugye a saját kollégáimnak ezt nem tehetem meg. Nem tudok csak úgy képzést csinálni, mert már megint akkor az történik, hogy én magyarázok, és ők meg hallgatnak, és így megy el a fülünk mellett. És akkor kitaláltam egy hibridet, ami úgy néz ki, elneveztem esetfókuszú workshopnak. És akkor az a munkamódszer, hogy a mi praxisunkból összeszedtünk eseteket, és ezzel így megkínáljuk a kollégákat, akik kis csoportban vannak, és nagyon most már így nagyon elkezdtek szeretni kapcsolódni hozzánk ezekhez a kis csoportokhoz, és akkor megkínáltuk őket, és akkor ők már elkezdték behozni a saját eseteiket, és volt, aki így azt mondta, hogy abban az intézményben, mondjuk mert valaki egy óvodából vagy iskolából jött, nálunk, mi nagyon jó iskola vagyunk mondjuk, nálunk nincs bántalmazás, és amikor megkapargattuk, akkor kiderült, hogy van. És hogy ráirányítjuk a fókuszt, és arról is tanítunk, hogy figyelj, a jelzőrendszerben azért fontos, hogy jelez, és hogy jelez, és ha nem tudod pontosan, hogy jelez, akkor segítünk abban is. Tehát, hogy ebben igenis kell a szakembereknek is támogatás, hogy a gyerek érdekében, vagy annak a nőnek az érdekében, mert hogy ő egy olyan támogató szülő, egy lojális szülő, akit, hogyha megtámogatunk, akkor a gyerekbántalmazásban is előre tudunk lépni. Tehát ugye, ha van egy szülő és egy gyerek is érintett, akkor ugye nem tudjuk csak a gyerekbántalmazást kezelni. Tehát, hogy elkezdtük tanítani a jelzőrendszert, és így nagyon sokat, persze tőlük is nagyon tanulunk. Az például azt nagyon megtanultam, hogy azt mondták a kollégák, hogy hálásan köszönik, hogy nem hívjuk érzékenyítésnek. Mert ő már annyira érzékeny, mindenki érzékenyítést csinál, hogy nem, hogy ők tök érzékenyek. Gondolkozzunk együtt, csináljunk szakmai szövetségeket, működtessünk rendszereket, és akkor fogunk tudni egy kicsivel jobb világot csinálni. És akkor azt mondtuk, hogy jó, oké, ez az első, tehát akkor ezt megcsináltuk családon belüli erőszakra, kapcsolati erőszakra, 4 alkalommal találkozunk, pont elég, és utána megtartjuk ezt a kapcsolódási szálat. És a kollégák azt mondták, hogy igen ám, de hogy nagyon fontos lenne a gyerekbántalmazásról is beszélnünk ezen a módon, ami összefügg a családon belüli erőszakkal. Mondtuk, jó, ez nagyon, nagyon jó téma, csak még mélyebb víz, és hogy most rakjuk össze ezt az anyagot, És aztán azt mi forszíroztuk, hogy van egy harmadik téma. A harmadik téma az pedig a speciális szükségletű felnőttek. És ez a legmélyebb víz. Mert hogy a kollégámmal mi dolgoztunk egy jó bő évtizedet pszichiátriai betegekkel. És ott ugye a kapcsolati erőszak, a szülőbántalmazás, tehát egyáltalán más vonatkozásai fölvillantak, amikor van egy érintett pszichiátriai beteg. De ugyanez a valóság vonatkozik mondjuk értelmi akadályozottakra, szenvedélybetegekre, ha kiszolgáltatottak, sokkal kiszolgáltatottabbak, ha elkövetők, sokkal nehezebben lehet megbontani ezt a rendszert, mert hogy ugye általában a szülő az, aki ellen irányul. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és akkor meg ha már így belekezdünk, akkor beszéljünk a testi fogyatékkal élőkkel, az érzékszervi fogyatékkal élőkkel, az értelmi akadályozottakkal, az idősekkel, és akkor ebből csináljunk egy ilyen nagy csokrot. Mert hogy ezt is föl kell villantanunk a kollégáknak. Úgyhogy én most lázasan keresem azokat a szakembereket, meg tapasztalati szakértőket. Például van Ferencvárosban egy látássérült csoport. És velük elkezdtünk beszélgetni így egy alkalommal eddig, meg így egy-egy taggal utána, hogy a látássérülteknek hogyan jelenik meg például a kapcsolati erőszak a mindennapjaikban. És hát kiderült, hogy mint érzékszervi fogyatékkal élők egyrészt tanúvallomást sokkal nehezebben tudnak tenni, mert nem tudnak személyleírást adni idegen elkövetőről, sokkal inkább kiszolgáltatottak szexuális jellegű erőszaknak, hogy a családjukon belül sokkal inkább kiszolgáltatottak, sokkal inkább lehet velük csinálni ezt a megőrítés, gázlángozást, el lehet bizonytalanítani őket a szülői szerepükben, és hogyha a másik szülő nem él ugyanazzal a fogyatékkal, vagy kevésbé, tehát hogy mondjuk egy vak szülő, vagy egy gyengénlátó szülő, akkor a gyengénlátó szülő, aki ilyenkor általában, szóval azért így a nemi szerepek is nagyon fontosak ebben, tehát hogy az anyát általában sokkal jobban el lehet bizonytalanítani. És akkor még nem bontottuk ki a hallássérülteket, nem bontottuk ki a kerekesszékeseket, szóval iszonyatosan mély a téma, és hogy hogyan lehet megelőzni azt, hogy ezek a minták tovább örökítődjenek, ha még mindig van időnk, akkor például a tegnapi napot azt kint töltöttük a kollégáinkkal az egyik téren, a Haller Parkban, mert hogy Haller-fesztivált tartottunk gyerekeknek, az ő szüleiknek, és akkor így letettük a mi kínálatunkat is, ami csokis keksz volt, és a srácokkal beszélgetés, meg ilyen totót töltöttünk ki jó blödli kérdésekkel, meg szappanbubrékot fújtunk, és jöttek a srácok, és így mesélték a saját kicsikori emlékeiket, amikor ők gyerekként bántalmazás áldozatai voltak, meg azt, hogy most kamaszként, hogy hogyan van a kortárs közösségben az a norma, hogy mit kell csinálni egy fiúnak, mit kell csinálni egy lánynak. Iszonyul betettük azt a kérdést, hogy a féltékenység az része a bántalmazásnak, és akkor úgy mindenki írta, vagy hogy az egy normál párkapcsolat része, és akkor mindenki írta, hogy igen, és erről már is lehetett indítani egy ilyet, hogy mi az a szint, ameddig a féltékenység az egy érzés, és honnantól válik viselkedésé, és amikor már nem oké. Házat, és ugye ez a klassz. Én a kifejezést gyűlölöm. Az egy kermesztő. Igen. És olyan van, hogy jelez a rendszer, vagy nálatok bejött az ügyfél, vagy szóval valami van, és tulajdonképpen azt, aki az erőszakot követi, őt el lehet küldeni pszichológushoz, tehát hogy meg lehet fogni idejekorán, anélkül, hogy eszkalálódna. Az elkövető. Ilyen van. Jaj, ez nagyon nehezet kérdezel, mert sokszor megkapom ezt a kérdést, és van egy ilyen begyakorolt panelem erre, hogy az én dolgom az áldozatokkal való foglalkozás, és szeretném, hogyha valaki más foglalkozna az elkövetőkkel, én erre nem leszek alkalmas. De nem akarom lelőni ezzel a panellel. Az a baj van, hogy az erőszakos, a kapcsolati rendszerben erőszakosan viselkedés, az annyira nyereséges rövid távon az elkövető számára, hogy nem nagyon lesz olyan pont, amikor egy terapeutával kibővítve önmaga egyszer csak fölgyullad a lámpa a fejében, és azt mondja, hogy erőszakosan viselkedtem, de fölhagyok ezzel a viselkedésemmel, és mostantól erőszakmentesen szeretnék viselkedni. Ezért ha kell nem, kimenteni azonnal, ha bárki ezért van. Kell tehát, egyszerűen ez de nagy... te látod magad előtt, hogy János az asztalos, aki egyébként is azt mondja a pszichológusokra, hogy az csak az elmebetegek járnak, az hirtelen öntudatra ébred. És nem az asztalosok, tehát mondhatnám, nem az tudom. Operaház magánénekesét. Felita az operaház magánénekes, vagy doktor akár Kálmánt az orvos. Nem, csak annyira sok mítosz van, hogy ezeket így, fontos ezeket így kiemelni ezeket a dolgokat. Szóval az szokott történni, hogy a karakteres társadalmi üzenet viszont a kevésbé megáltalkodott elkövetőket azt nagyon hamar viselkedésmódosításra tudja késztetni. Ne legyünk ennyire ködösek, tehát hogyha jön egy rendőr, és nem azt mondja, hogy hát uram, nem tudok igazán mit tenni, hát ez a szabálysértés sem érte el, amit most itt tetszett csinálni, tehát gyakorlatilag legitimálja azt a helyzetet, és így csinál a rendőrség, szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy jaj, hát ez olyan relatív, nem is tudjuk, akkor ugye ezzel zöld utat adtunk az elkövetőnek. Ha azt mondja, akár egy rendőr, vagy egy rendőrségi eljárás eljut egy vádemelési szakba. Ennek vannak ilyen szimbólumai. Egy bíró azt tudja mondani, hogy ez kérem nem oké. Amit ön csinál, az veszélyezteti a családtagjait. Meg fogom büntetni. Akkor aki nem annyira megáltalkodott, az le tud jönni erről a viselkedésről. Például a világ boldogabbik felén, kissé nyugatabbra, és már egyébként a nagyon közeli Ausztriát is mondhatjuk, ott úgy működik ez, mint az elterelés, a kábítószerről való elterelés. Ott már a társadalmi nyomásgyakorlás az úgy néz ki, a karakteres nemetmondás az úgy néz ki, kijön a rendőr, és azt mondja, hogy itt történt egy családon belüli erőszak esemény, nem nagyon fogom vizsgálgatni azt, hogy körülbelül betomlőni, hogy ki az áldozat, ki az elkövető, és azt mondom az elkövetőnek, hogy azonnal tűnjön el innét. Azonnal hozok egy távoltartást. Ez a magyar jogbendben is van. Ott a helyben mondja. A mi rendőreink is megtehetik ezt, csak nagyon ritkán szokták. Aha. Bizonyos kerületekben látni, hogy megnőtt ennek a száma, de azért nem egy általános, hogy azonnal távoltartást rendel el. Uh-huh. Nem nézem, hogy kié a lakás, nem nézek semmit, tessék elmenni. És akkor utána szól a krízisközpontnak, hogy itt van egy áldozatunk, akit meg kéne fogni, és szól a másik, egy ilyen nagyon gyors bírói rendszer van, szól a bírónak, hogy itt van egy elkövetőnk, akit szintén meg kéne fogni. És azt mondják neki, van egy lehetősége, választhat. Elmehet, letöltheti. És ez letöltendő, tehát nem pénzbüntetés néhány vicces 10 000-rel, hanem letöltendő. Lehet ezt választani, vagy lehet elmenni egy terápiás csoportba. De nem úgy van ám, hogy elmegyek bealibizek a terápiás csoportba, meg fogom kérdezni a terapeutát, hogy rendben vagy-e. Hogy tényleg részt veszel ebben, és hogy egy ilyen terápiában különböző rendszerei vannak, van egy ezt a jogosultságtudatot célzó terápia, de van, ahol más rendszerekben mindegy, de hogy témává teszik ezt, problematizálják ezt a viselkedést. Addig, ameddig nincsen erre egy ilyen típusú elterelés, addig én még nem láttam személyt, aki magától azt mondaná, hogy kérem, tűrhetetlen az én viselkedésem. Hogy beteg vagyok, tudom, hogy beteg vagyok. Ordítok a feleségemmel, és ez egy olyan nem szép viselkedés a részemről, hogy erről én szeretnék nem mondani. Úgyhogy ez a társadalmi, karakteres társadalmi állásfoglalásnak ez is a része lenne, és akkor ez az, amikor így komplexen kezeljük így a családon belüli erőszakot, az ő áldozatait, az elkövetőit, és egyébként nagyon fontos a következő generáció szempontjából, mert amikor kicsi gyerekek azt tanulják, hogy mit enged meg a mi társadalmunk, akkor például azt is megtanítjuk nekik, hogy a családi rendszereinken belül még mindig, hogyha magunkra csukjuk az ajtót, akkor nagyjából azt csinálunk, amit akarunk. Ha valaki szeretne elkövető lenni, nem nagyon fogunk neki nemet mondani. Nekem van egy alapvetésem, hogy hogy a afroamerikai emberek jogaiért, meg elfogadottságáért nagyon sokat tett annak idején Hollywood azzal, hogy hétköznapi szerepekbe emelte az afroamerikaiakat, és így mutatta meg őket, és így egy idő után ugye az embereknek a hozzáállása ehhez a helyzethez megváltozott. Ebből csak azt akarok kiukadni, hogy mennyire gondolod azt, hogy a közbeszédnek, illetve a közbeszédet befolyásolni képes médiának, önkormányzatnak, tököm tudja, influencereknek, stb. Mennyire lenne lehetősége, vagy mennyire felelőssége, inkább a lehetőségre akarnék rámenni, hogy ezen érdemben változtassanak. Bocsánat, én közbeszúrom azt, hogyha az igazságügyi miniszter, hogyha elfogadjuk, hogy ő egy kapcsolati erőszak áldozata, tehát hogyha ő ezt titkolta, nem fordult a megfelelő hatóságokhoz, nem jelezte sehol, stb., akkor szerinted ez nem igen, kicsit azt képzelem egyébként, hogy csak hogy nem tudom, irányt adjak a dolognak. Ugye azt mondtad, hogy a prevenció gyakorlatilag a gyerekeknél kéne elkezdeni, és már az ő fejükben egy olyan gondolkodásmódot kialakítani a, mondjuk a kapcsolati erőszakról, meg a szexuális erőszakról, meg úgy általában arról, hogy hogyan bánunk egymással, arról kéne egy helyes, vagy általunk helyesnek mérképet kialakítani. Nekünk pont tegnap egyébként a kekszek meg a szapamuborékok mellett a molinónk dolgozott helyettünk, mert hogy nekünk van egy olyan nagy molinónk, amit így kifüggesztettünk, amire az van kiírva, hogy Ferencváros felelősségvállalással kapcsolati erőszak áldozataiért. És azt gondolom, és ezt mindenhova visszük magunkkal, és ugye ez egy nagyon-nagyon mély mondat. Ezt azért csináltuk, mert volt ugye ez a pályázatunk, és ugye a pályázatnál mindig így meg kell mutatni a címet, ki kell rakni, és ez szép fotók, de hogy közben ez egy nagyon fontos mondat. Mert hogy azt mondjuk, hogy a településed felelősséget vállal azért, ami a négy falat között történik, felelősséget vállal az áldozatokért, és hát nyilván nincs beleírva az, hogy felelősséget vállal az elkövetőkért, de az, hogy nem fogunk elmenni mellette, hogy lesznek rá válaszaink, és szólhatsz nekünk, mert hogy lesznek rá válaszaink, hogy ez azért egy mondatba ez így eléggé jól sikerült belesűríteni. És hogy ezek a mondatok azt gondolom, hogy hatnak. Azt is gondolom, hogy nem tudom én, ha így, hát mondjuk azt, hogy mondjuk egy 25 évet visszanézek. És amikor én először elkezdtem beszélgetni emberekkel, családon belüli erőszakról, mert én még nem tudtam róla semmit, és kérdeztem, akkor még másfajta trivialitásokat kellett mondanunk, mint ma. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy nagyon messzire haladtunk, de az, hogy ez egy társadalmi probléma, például azt már azt gondolom, hogy sokan tudjuk. És hogy, hogy vannak ilyen technikai minimumok, amiről már nem kell elkezdenünk vitatkozni. Ugye emlékszem, hogy így annak idején még, amikor így médiába egyszer-egyszer elhívtak, és akkor így azt kérdezték, hogy és akkor elmesélnéd a te történetedet? És ugye ez az élőadásban, amikor nekem szegezik ezt, hogy ha van történetem, ha nincs történetem, nem azért jöttem ide, hogy elmondjam. És hogy annak idején az egyik aktivista munkatársal azt a választ kísérleteztük erre ki, hogy a környezetvédőtől se szoktuk megkérdezni, hogy van-e fáradt tulaj a kertje alatt. Tehát, hogy lehet, hogy van történetem, de nem ezért jöttem. B kérdés, ugye, ez a tudná nekem mutatni egy áldozatot, megadnád nekem a telefonszámát, hogy beszélgethessek vele. Oh, és hogy ez a nem basszus, az áldozatokat azt védeni szoktuk, és nem rakjuk ki a média megviselése elé, hanem hogy akkor, amikor ő már tud beszélni a saját történetéről, akkor lehet, hogy lehetőséget adunk neki. Arról megbeszéltél, hogy tökre tudatosak vagyunk, vagy legalábbis jobban tudatosak vagyunk, igen, mint voltunk 10-20 évvel ezelőtt, és erről nyíltabban lehet beszélni. Itt indítottuk a beszélgetést, de akkor az hogy van, és ezen én föl tudom iszonyan cseszni az agyamat, az hogy van, hogy szerintem már az is nagyjából átment a tudatba, vagy legalábbis az én buborékomban biztos, vagy az én ismerettségemben megszorul, hogyha hallunk egy történetet, akkor nem nagyon szoktuk most már megkérdőjelezni az áldozatnak a történetét. Ezt így nagyjából kezdjük megtanulni, hogy ki lenne az a hülye, aki egyébként magáról olyanokat mesélne, meg találna ki, ami fájdalmas, nem csak fizikailag, hanem lelkileg, kitenni a gyerekeit, tehát hogy ez lehet, hogy van egy-egy extrém eset évente. Szerintem ez a te buborékodban van. Lehet, nem tudom. Én nekem azért inkább ez az érzésem, hogy ez ment, de akkor majd cáfolsz, vagy cáfoltok, de közben jön mondjuk egy celeb, és ott rögtön megkérdőjelezi mindenki a celebnek a valóságát. Tehát azok, akikről én azt képzelném, hogy teljesen felvilágosult, normális, több diplomás, értelmiség emberek, azok is rögtön elkezdenek örögni, ez tutira nem úgy volt, mert ő magától szállt be a taxiba, és ő akarta, hogy ez egy... Tehát, hogy ez így hogy van közben, hogy van egy ilyen nagyon jánuszartúság ebben az egészben, mert a társadalmunkban. Hogy nem. És akkor még arról a részről, hogy vannak ennek azért ilyen leágazásai is, még ezen túl. Egyrészt igen, lehet, hogy már az eljutott, ha nem is teljes mértékben, hogy nem kérdőjelezzük meg az áldozatok valóságát. Kivéve, ha az áldozat az egy gyermek, és a gyermekek elleni szexuális erőszakról számol be az ő támogató szülője. Mert akkor azért ott nagyon robban. Tehát, hogy ez egy akkora tabu, amire így nem tudunk kétkedés nélkül. Nagyon bonyolult rendszer ez, hogy van az, hogy áldozathibáztatók, hogy az áldozathibáztatás mechanizmus az, hogyan kapcsolódik az énvédő mechanizmusba. Hogy meg kell keresnem azt a pontot, hogy lehet, hogy ő tehet róla valamilyen ponton, mert hogyha ő nem tehet róla, akkor én is áldozat lehetek, akkor ez a világ, ez egy ócska hely, és én is lehetek áldozat. És ez ugye, hogy ebben tanulunk, hogy lehet, hogy már a nemi erőszak áldozata idegen elkövető által, az már belefér, hogy az úgy megtörténik emberekkel. Aztán megtörténik az, hogy időnként férfiak is nemi erőszak áldozatai lehetnek. Aztán, hogy a családi rendszereinken belül, de a kiszolgáltatottjaink, a kicsinyeink, azok biztos, hogy nem lesznek áldozatok. Nem, az gyerekekkel nem történhet meg, hogy visszaélnek velük szexuálisan. És akkor vannak ilyen fokozataink, hogy éppen hova jutunk. Mi például, amikor beszélünk erről a témáról, akkor nekem van egy olyan munkám, amikor azért hozom, bocsássatok meg, ezt a szexuális erőszakot, gyerekek elleni szexuális erőszakot, van egy olyan munkám, hogy van egy gyermekmeghallgató rendszer az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat rendszerén belül. És én a Pest megyeiben dolgozom, ahova szexuális erőszak áldozatai gyerekeket hoznak rendőrségi meghallgatásra, úgyhogy mi egy traumatudatos, egy traumaközpontú helyet és egy olyan meghallgatót biztosítunk, tehát nem a rendőr kérdez, hanem fülessel össze van kötve egy szakember a nyomozóval, és ő átfordítja a gyerek valóságára a kérdéseket. Nekünk meg az a dolgunk segítő szakembereknek, hogy a belépéstől a kilépésig a gyerek számára annyira biztonságos legyen a környezet, amennyire lehetséges, és hogy a technikai szakembereknek maga az a feladatuk, hogy annyira pontos legyen a felvétel, hogy azt a gyereket, ha lehet, soha többet ne kelljen megkérdezni. És hogy ez egy nagyon fontos dolog, de hogy ebben, amikor erről beszélünk, akkor például azt tapasztalom, hogy arról beszéltek, hogy gyerekek elleni szexuális erőszak, nem lehetne inkább a családon belüli erőszak felnőtt áldozatairól beszélni? És akkor hirtelen a beszélgetés valahogy elterelődik egy biztonságosabb területre. És ugye nagyon szívesen beszélgetek arról is, csak amikor ez a témám, akkor meg nem szeretnék úgymond egy másik és a hallgatóság számára biztonságosabb területről. Amikor családon belüli erőszakról beszélgetünk, akkor meg lehet, hogy biztonságosabb téma visszalépés az idegen elkövetők általi. Most például azt tapasztalom, hogy akkor inkább beszélgessünk az iskolai zaklatásról. És akkor én szoktam mondani, hogy én nem vagyok ennek szakértője, nem tudok erről beszélni. Hívjunk egy olyan szakértőt, aki erről fog beszélni, én nem fogom tudni ezt vállalni. Úgyhogy mindig vannak fokozatok, amikor elérünk, de hogy a társadalmunk tanítható, mert ha nem lenne tanítható, akkor most mennénk haza mindannyian, de hogy tanítható, és hogy igenis ezek a normák közvetíthetőek, és időnként muszáj, hogy előrébb járjunk, és bizonyos buborékjaink előrébb járjanak, és hogy bizonyos más helyzetekben meg tudnunk kell arra is válaszolni, tehát párhuzamosan van ez jelen, amikor így azt mondja egy másik környezet, szakmai környezet, hogy nem érdemes foglalkozni a bántalmazott nőkkel, mert ezek mindig visszamennek. És akkor ez is egy ilyen valóság, hogy jó, oké, nézzük meg, hogy miért megy vissza. Van-e neki jogbiztonsága, van-e neki biztonságos anyagi háttere, van-e neki lakhatása, hogyan társul a lakhatási válság a bántalmazással, hogy van van-e ellátórendszerünk, ami az ő számukra valamit is tud szolgáltatni. Jé, nincsen. Lehet, hogy akkor azért megy vissza. Nézzük meg, hogy lehet, hogy csak olyan ellátórendszerünk van, ami nem kezeli külön a bántalmazást, hanem csak a lakhatási válságkezetre tud reflektálni. A hajléktalan rendszerünk, a családok átmeneti otthonának rendszere kizárólag erre tud reflektálni. Azaz ott dolgozó szakemberek szakmai minőségén múlik, hogy mennyire fogadják el, hogy mennyire dolgoznak a bent lévő bántalmazott nők és gyerekek valóságával. Amikor én ezzel az egész témakörrel találkoztam mondjuk az életemben először, ez azért már 20 évvel ezelőtt volt legalább, akkor nekem valahogy az volt az érzésem, hogy nem annyira jól működik az ellátórendszer, tanuljuk ezt az egészet, azért az a 90-es évek vége volt mondjuk, és a hazai civil szervezetek viszont nagyon gyorsan reagáltak a társadalmi változásra a 90-es években, tehát a NANE, a Patent, ők már itt vannak velünk több évtizede. Nektek a Ferencvárosban, ami egy nagyon jó példának tűnik, nagyon sokat dolgoztok, és ahogy most elmondtad, nagyon sok irányba megy a kapcsolódás, hogy egyre jobb legyen ez a hálózatosodó intézményrendszer. Ebben hogy kapcsolódnak most a NANE, a Patent és a többi ilyen civil szervezet, akik egyébként az ellátórendszer valamely részén vannak, nem az ellátórendszer része, hiszen civil szervezet, de hogy tehát valahol ott vannak. Most nekik hol van a szerepük? Most úgy néz ki, hogy különböző módokon. Tehát, hogy egyrészt ugye nyilván az én szakmai gyökereim azok onnél eredeztethetőek, és amikor erről a témáról beszélek, akkor én is nagyon azt veszem észre magamon, hogy vércivil vagyok. Az a bizonyos bakancsos civil, aki időnként még mérges is lesz, és bizonyos önrendelkezéseket szeretne a saját kezében. Tehát, hogy nagyon nem vagyok hivatalnok ilyenkor, meg nagyon nem vagyok ilyen jól fésült önkormányzati izé. Tehát, hogy a tudás, az én tudásom az onnét jön. Én aztán ezt elcsomagoltam egy másfél évtizedre ezt a tudást, meg így érleltem magamban, és akkor most, amikor én megint csak itt 2020 környékében így visszakavarodtam ebbe a témába, akkor így elő kellett ezt vennem. És akkor az egy nagyon jó találkozás volt, hogy pont akkor a NANE-nak volt egy kutatása, és akkor így átnéztük ezt a dolgot. Szerintem egy picit, én nagyon örültem neki, hogy így megnézték, hogy mit eszeltünk ki az én akkori főnökömmel, ennek a bizonyos FESZGYI-nek az igazgatójával, hogy mi az a rendszer, amit mi így kitaláltunk. És akkor ők így azt mondták, hogy ez oké, hogy ez ez így rendben van, mert volt egy nagy félelmük, és azt nagyon, én is osztottam ezt a nagy félelmemet, mert amikor így félálomban ilyen civilre álmodom magamat, akkor én is félnék attól, nem veszélyeztethetjük az áldozatokat, nem nyújthatunk olyan szolgáltatást, ami veszélyezteti őket. És ugye ameddig nincsen hálózatosodás, addig az egy potenciális veszélyforrás, hogyha ferencvárosi lakásban rakunk ferencvárosi áldozatot. Tehát, hogy ez fontos volt, és erről nehéz beszélni, miközben arról is van egy vita egyébként, hogy ez egy krízislakás, vagy nem krízislakás, hogy mit hívunk krízislakásnak. Tehát, hogy a definíciókon kellett beszélni, bizonyos szempontok szerint ez fölkönnyítése a rendszernek, szerintem a megerősítése a rendszernek. Minden esetre az egy nagyon fontos visszajelzés volt, hogy tudom, hogy ez volt a sarokpont, amit néztek, és hogy ezt okénak találták. Tehát, hogy nem veszélyeztetjük az áldozatokat. Most az van, hogy egy kicsit így ebben a hálózatosodásban így tudunk számítani egymásra. És ez nekem nagyon fontos, hogy távolról, és aztán vannak olyan kerületek, akinek meg azt az alaptudást, meg valahogy a NANE, a Patentbe tudja szolgáltatni. Azt tudom, hogy a 8. kerülettel most szorosabb a kapcsolatuk, nekünk most egy távolabbi kapcsolatunk van, de hogy tudom, hogy amikor ha tudnak ilyen építőkockaszerűen összekapcsolódni a kerületek, és azt mondani, hogy bizonyos szolgáltatásokban tudunk egymás erőforrásaiban támaszkodni egymásra, és mondjuk lakosságot cserélni, akkor ugye már is, ha Ferencvárosból egy másik kerületbe, nem intézménybe, hanem lakásba tudjuk tenni az embereket, akkor az mennyivel jobb, mert hogy ezt az intézményviseltséget el tudjuk kerülni. Tehát azért ezek mindegy, tehát hogy az, de nem annyira vidám helyek, hogy valaki boldogan oda beköltözzön. Mindegy, és akkor, de hát hogyha a lakásban tudjuk egy másik kerületbe, akkor az nagyon-nagyon jó lenne. Mert hogyha egy kicsi gyerek, vagy egy nő életében ki tudjuk kerülni egy családok átmeneti otthona nem nagyon szépen teri őrjét, akkor én boldog vagyok. De ugye ahhoz az kell, hogy össze tudjuk fűzni a szolgáltatásainkat, hogy bizonyos pontjaink kompatibilisek legyenek. És hogy ebben így kapcsolódunk egymáshoz, meg nagyon, nagyon jók azok az ilyen szakmai fórumok, ahol ugyanazt tudjuk mondani, én időnként tudok jól fésültebben beszélni, és akkor ilyen, de nyilván ők is, de hogy azt, hogy így meg tudjuk erősíteni egymást. De mondta egy fél szót, hogy mondjuk ők kutatnak, gondolom nektek nincs. Kutatnak, én meg nem kutatok, mert abban számok vannak. Hát meg nincs rá, meg ember, igen, szóval hogy azért nyilván van egy csomó olyan tevékenység, amit ők tudnak csinálni. Egy mikrotím az nem, és hogy közben meg az is nagyon fontos, hogy vannak mozgalmak, amiknek a tudásaira lehet építeni, vannak nemzetközi kapcsolódásaik, amire lehet építeni. Mi ketten így a kollégámmal nem fogjuk tudni ezt tető alá hozni. Mint ahogy nagyon fontos volt az egész Ferencvárosi projektben is, hogy nem tudunk országos rendszert építeni, és ezt ki kellett jelenteni magunknak, és amikor túlnyúltunk, akkor így azt kellett mondani, hogy nem, ez egy település szintű projekt. Hogy nem tudunk például országos segélyvonalat működtetni, és iszonyúan sajnálom, amikor Budapest más kerületeiből hívnak föl minket, és azt kell mondanunk, hogy sajnos nem tudunk segíteni, de azt tudom mondani, és ez így félve mondom, de hogy így kezdeményezze a polgármesterénél, hogy valami hasonló szolgáltatás hozzon létre, ezt nem szoktuk áldozatoknak mondani, az áldozatok hozzátartozóinak viszont már merjük mondani, tehát hogy ott már nem hangzik ennyire cinikusan. Oké, az emberek jobban ismerik ezt a dolgot, meg jobban terjed, mi a helyzet avval, hogy az iskolákban, tehát nekem van olyan gyerekkori megélésem, hogy valami abnormalitás volt a családomban, és én azt hittem, hogy ez normális, mert hogy én abba éltem, és akkor nekem az volt a normális, mert hogy azt gondoltam, hogy minden család úgy él, ahogy mi. Van egyáltalán erről szó az iskolákban, nem tudom, osztályfőnöki órán, vagy bárhol, tehát hogy van egy ilyen, ahol elhangzik az, hogy a nem az nem, hogy mit jelent az erőszak, mit jelent a lelki erőszak, mi a bántalmazás, tehát hogy ez nem tudom, nem gondolom, nem tantervben van, de hogy egyáltalán ez létezik-e? Az ötlet nagyon jó, és voltak is erre kezdeményezések, csak aztán mi kis politikánk, és ugye egy csomó szervezetet, egy csomó tudást ezt így kirakott, és nagyon ideges a bizonyos vezető. Tehát az iskolákban... Tehát a transzvesztitákkal együtt, akik a gyerekeket át akarják menteni. Igen, az nehéz, mert lehet, hogy a travik még arról is beszélnének, hogy hogy a nem az nemet jelent, és hogyha megüt a partnered, az nagyon rossz. Nem, az volt a mi tapasztalatunk egyrészt, hogy ugye vagyis négyen nem indulnánk neki az iskoláknak. De hogy közben én annyira szeretem ezeket a kortárs segítő programokat, és olyan elképesztően jó lenne, de most így azt mondtam, hogy nem, a gyerekek irányába sem nyithatok. Meg nem nyithatunk projektet, mert hogy akkor elveszünk, elforgácsolódunk. Azt tudjuk csinálni, hogy ezeket a tudásokat átadjuk mondjuk a tanároknak, mondjuk a mi esetfókuszú workshopjainkon, és a tanárokat megerősítjük annyira, hogy ők tudjanak beszélni a gyerekekkel. De már ez is olyan furcsán hangzott, hogy ugye az iskolák azok kikerültek, az iskolák többsége az kikerült ugye az önkormányzat fennhatósága alól. Tehát amikor mi elindítottuk ezt a mi esetfókuszú workshopunkat, akkor mi kopogtattunk a középpesti tankerületnél, és megkértük őket szépen, hogy a tanárok számára engedjék meg, hogy meghirdessük ezt a mi esetfókuszú workshopunkat, és aranyosak voltak, megengedték. Kicsit hezitáltak, hogy ez nem olyan dolog-e, amit a travik mondanak a gyerekeknek, de megengedték, és közben jöttek a pedagógusok, és közben ők meg így azt mondták, hogy igen, a gyerekek sokszor pont az, amit mondasz, hogy egyszer csak az egyik a kortárs csoport kamaszok esetében a kortárs csodálkozik rá, hogy az ő osztálytársa, a barátja életében olyan a hétköznapi valóság, ami nagyon nem oké, és hogy ők kérnek segítséget. És akkor így azt mondtuk, hogy ebben viszont azt tudjuk tenni, hogy ha te térdre rósz, letérdelsz, meg olyan sztorit mond el a gyerek, akkor hívj be minket ebbe a bizonyos multi-teambe segítőnek, és akkor nem kortárs segítő prevenciós programot fogunk csinálni, de hogyha neked van egy olyan sztoridat saját tanítványoddal, akkor csináljuk azt, hogy dolgozzunk párban, vagy dolgozzunk itt teamben. Úgyhogy nem megállt. Tehát, hogy ez nem része az oktatásnak, hogy elhangozzon azt. Valamennyire, hogy, nem tudom. Hogy az osztályfőnöki órának alternatív, be lehet csúszni az iskolai és óvodai segítőcsoport, akik ilyen ebben az állami rendszerben egy ilyen szolgáltatás, egy kötelező szolgáltatás, de ők így tudnak, ha megkínálja őket kemény témákkal az önkormányzat, akkor ők tudnak olyan tökös tím lenni, akik be tudnak menni az iskolába, nem kirakhatóak, és be tudnak hozni ilyeneket. Tehát azért az önkormányzatnak egy kicsi felelőssége azért tud lenni, ha akarja. Hogyne. Tehát abszolút lehet felelőssége, mondhatja azt, hogy én kiképzem az én munkatársaimat, és akarom, hogy ők ilyen progresszív témákat is be tudjanak hozni, és hogy az ő stábja, az lehet kezdeményező, és kérhetjük a stábunkat arra, hogy legyen kezdeményező, adhatunk mellé forrásokat, mondhatjuk azt, hogy nekünk vannak nem kötelező feladatok, amiket rábízunk a mi stábunkra, hogy mint nem kötelező feladatokat lásson el, mint önkormányzat által megbízott szakemberek. Úgyhogy lehet, van azért pici játéktér, még van, mi is így jöttünk létre, nem vagyunk kötelező feladat, de szabad volt minket létrehozni, nem tilos minket létrehozni. Egy csomó helyzet még nem tilos. De ez kellett egy ilyen polgármester, vagy egy aki azt mondja, hogy én ezt igen, akkor is keresztül verem, hogyha senki más. Nekem ez témám, akarok ezzel valamit kezdeni, és erre átverekszem magamat a képviselőtestület költségvetésén, és el fogok különíteni erre némi pénzt. Egyébként egy önkormányzat költségvetésében ezek két szakember. Egy Ferencváros méretű önkormányzatnál gombok, egy kisebbnél már... Egy körmennél, vagy nem tudom, egy vásáros naménynál már lehet, hogy gondot okozná. Igen. Elég régen beszélgettünk már, és nekem van egy ilyen kicsit a vége felé kanyarodó kérdésem, pedig az, hogy kicsit messzebbről indítom. Szóval én egy versenyszférában dolgozom, egy piacvezető cégnél. Nálunk van egy nagyon jó rendszer arra vonatkozóan, hogy hogyan vigyáznak az én mentális egészségemre, illetve adnak nekem feladatot az ügyben, hogy például az általam vezetett embercsoport mentális egészségére is nekem figyelnem kell, mondjuk észre kell vennem, hogyha valaki kiég, és így tovább, vagy legalábbis preventívan kéne arra figyelnem, hogy ők ne égjenek ki egyáltalán. Na most mi nyilván a töredékét nem kapjuk érzelmileg, amit egyébként ebben a témában dolgozó szakemberek megkapnak, legalábbis én. Az én megérésem szerint ez biztosan sokkal nehezebb, mint amit én átélek a munkám során. Én biztos, hogy nem vagyok annyira traumatizálva. Szóval hogy a kérdésem igazából az, hogy van-e valaki, aki törődik ezekkel az emberekkel, akik ezt a munkát végzik, illetve hogyha ha nincs, akkor kinek lenne ez a feladata, vagy hogy mit üzennél a munkáltatóknak, vagy nem is tudom, a rendszer fenntartóinak, hogy hogyan lehetne ezt. Erről a cikket. Ajánlom egy korábbi cikkemet, a kisegít a segítőknek, ez ami hasonló címmel jelent meg. Szóval engem nagyon érdekelne, hogy ezt te hogy látod. De nem tudom, mi a helyzet. Hogy én sokszor abban a szerepben vagyok, amikor én gondozom a kollégáimat, mert hogy szupervízor vagyok. Mm. És ugye ez a segítő szakmában ez egy ilyen bevett szokás, és ha marad rá pénz, akkor mindig nagyon szívesen biztosítják is a kollégáknak. Mm. Esett megbeszélő szupervízió, vagy team szupervízió keretében. Nagyon-nagyon jó melók ezek. Ez az, amikor én gondozom a szakmai tímeket, hogy ne menjenek annyira tönkre. Engem most éppen gondoz az én szupervízorom, mert hogy ebben a pályázatban, amit a Fővárosi Szolidaritási Alapnál nyertes pályázatunk volt, ott volt szupervíziónk, és el tudtunk különíteni pénzt, és annak a négy teamnek, aki esetfókuszú workshopban dolgozott együtt. Ott a 4 team számára, aki akar tovább jönni, ott volt egy szupervíziós folyamat, ez volt a mi utánkövetésünk. Nagyon-nagyon jó volt, hogy volt egy ilyen szupervíziónk. Ezen kívül nagyon fontos az, ezek a teamek, amikor így együtt dolgozunk, hogy mi szakmai műhelyként is tudjunk működni. Tehát, hogy ne csak az írsai Olivér meg a sör legyen a szupervíziórunk, hanem hogy legyen igenis ilyen szakmai továbbgondolás. Úgyhogy most a következő 2 évben megint csak köszönjük pályázat, megint nyertünk, tehát hogy muszáj lesz nekünk, mert megígértük, hogy szakmai műhelyt is működtetni. Tehát egy ferencvárosi szakmai műhely, ami a művészeteket bevonva, ami időnként a laikusokat, az állampolgárokat, a szomszédokat bevonva, a tudatos szomszédokat bevonva, tehát hogy szeretnénk egy ilyet csinálni, és hogy ez mindig az, amikor a saját kiégésünket ezeken a módokon tudjuk megelőzni, meg az, hogy sokféle dolgot kell csinálni. És egyébként meg mi ilyen furák vagyunk, tehát mondjuk kicsit olyanok vagyunk, mint a mentősök. Hogy mi ezzel dolgozunk, ez nekünk tehát hogy ezzel tudnunk kell dolgozni, és hogy ez a hétköznapjaink része. És hogy néha van ilyen katasztrófa humorunk, meg néha szabad ordítanunk, meg nem tudom, időnként ilyen nagyon civil mondatokat mondunk, meg hogy így szabad időnként így otthon tönkre menni, és aztán másnapra megrendbe szedni magunkat, de hogy mindig a szakmai stáb, aki körülöttünk van, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor én beszűkülök, akkor kell, hogy legyen a kollégám, aki meg kint van, és ő meg racionálisan tud gondolkozni, mert hogy ahogyan a krízisben lévő beszűkül, én is be fogok szűkölni, amikor hozzá közelítek. És ez egy kicsit olyan, mint a hegymászoknál, hogy kibiztosítja a másikat, és a biztosítót kibiztosítja. És hogy ha megvan ez a szakmai rendszer, hogy mikor ki hűt vissza, és kéri vissza a józan eszét, akkor nem pörkölődünk meg annyira. Úgyhogy így vigyázunk egymásra. Ez szuper. Ez nagyon szép záró mondat. Mondanám én, ha interjút csináltam volna, hogy ez nagyon jó záró mondat lesz. Úgyhogy ez azért egy nagyon súlyos téma, amiről szerintem egyes részeiről még órákat tudnánk beszélni. Azt gondolom, és ezt most nem az udvariasság mondatja, hanem külön. Tehát a gyerekbántalmazás, a nőbántalmazás, férfiak bántalmazása, ami szintén egy nagyon iszonyatosan elhallgatott terület, és szerintem még nagyobb a látenciája. Úgyhogy áron dobjál föl minket valamivel, mert ez megint ilyen... Jó, hát akkor refutáljunk, így hívják ezt a rovatunkat, ahová átevezünk. Vagyis azt állítja az áron, hogy ezt így hívják, de mi nem hisszük el. Én elhittem neki, bocsánat. Én nem hiszem el, de én egy alakú állom. Bármikor megmutatom nektek a szócikket a Révai Nagy Lexikonban erről. Na, refutáljál. Téli pedig ide tartozik, de szerintem most, hogy még mindig zajlik a foci EB, szerintem ez ide tartozik, és ez egy olyan lesz, amiben lehet, hogy én is beugrottam, vagy nem. Én ugyanis kiírtam egy általam kezelt oldalra, miután a magyar foci csapatát végül kihullott a matek végén a csoportkörökből, hogy kis pénz, kis foci, NER pénz, kis foci. Tehát, hogy ha nem nagy pénz van benne, hanem csak a kedves vezetőinknek a beleömlött milliárdok, abból is csak kis foci lesz, mert ez nem elég. Tehát, hogy ez volt az én szóviccem. De ugye az eredetire az úgy szól, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. Az emlékeztek rá, hogy ez a sztori egyébként honnan jön? Vagy már csak a mondás? Nem a Végh Antalnak a könyvéből. Én annyit tudok a fociról, hogy Puskás, úgyhogy de remélem ő volt. Ez olyan oldomáson hangzik. Ja tényleg, Moldova. Moldova, Végh, Puskás, Puskás. Tehát az eredeti sztori az úgy hangzik, hogy 1952-ben egy svájci-magyar foci meccsen 2-0-ra már vezetett Svájc, és így a Puskás öcsi így kiment így nem tudom, fél órája már megy a izé, hogy és kérdezte az edzőt, most mondhatnám, hogy hívják az edzőt, de mindegy, biztos Pöcsi bácsinak hívták, vagy nem tudom, Sanyi bácsinak, hogy Sanyi bácsi, kis pénz helyett izé, van fizetésemelés, van prémium? Nincs. Hát akkor kis pénz, kis foci. Tehát, hogy akkor ők nem fognak, a 52-es aranycsapat akkor nem fognak eléggé hajtani. Tehát, hogy innen jön a sztori, hogy... A Hofinek van egy ilyen története, ahol ezt elmeséli, amit te most mesélsz. Így van, mert innen jön a sztori. Aha. Innen jön a sztori, és akkor az a kérdés, hogy ez igaz-e? Tehát, tehát most jutottunk el odáig, hogy ez a sztori igaz-e vajon, hogy ez megtörtént 52-ben. Nem, tényleg... 52-ben szerintem nem játszott Svájcban magyar részével. Jó, oké. Ügyes, de úgy, hogy fogalmat sincs, hiszen ez ennyire... Ilyen fogalmam nincs, én annyit tudok, hogy Puskás, meg aranycsapat, meg csomóan. Tehát ez a sztori, hogy Puskásék így ennyire nyíltan... Úgy szeretném, hogy igaz legyen, de tartok tőle, hogy nem. Hát figyelj, Hofi egy színész volt, simán írt ilyeneket. Én arra gondolok, hogy itt azt fog kiderülni, hogy ez sajnos nem igaz. Nagyon izgalmas az egész sztori. Volt ilyen svájci meccs, tényleg vezettek 2-0-ra. Nincsenek meg a felvétel arról, hogy vajon oda ki is sonfordált-e a Pöki bácsi, a Puskás öcsi. Az a helyzet, hogy erre nincs dokumentáció, hogy ez megtörtént volna. Egyébként már a félidőben, mert az egész sztori úgy hangzik igazából, hogy a félidőben, ben az öltözőben hangzott ez így el. Már a félidőben 2-2 volt, és aztán 4-2-re nyert a magyar csapat természetesen Svájc ellen 52-ben, tehát hogy ez így nem. És az feltűnő, hogy például életrajzokban, meg megjelent az aranycsapatról is, már a 60-as években is jelent meg úgy könyv, hogy megszólaltatták a Hidegkutit, a Puskácsot, itt mindenkit, és nem hangzik el ez a sztori ezekben, pedig sokkal durábbakat bevallottak. Tehát azt mondták, hogy ők sefteltek, tehát abból volt nagy pénzük, hogy hozták haza az aranyat, a tört arany, mit tudom én, tehát hogy ezek így mentek, a bőrkabát, meg nem tudom, tehát egy csomó mindennel sefteltek, nem csak ők az olimpikonok, szóval ez így volt. Ja, ez teljesen normális. Mert hogy nem volt fizetés, tehát ezeket vallották, és ezt nem vallotta be a Puskás öcsi, tehát hogy erről így nem volt szó. De a Hofi már a 70-es években a saját előadásában már ezt elmondta, a sztorit, tehát hogy valahonnan ennek jönnie kellett, vagy sem. Tehát az a helyzet, hogy nem tudjuk, de az viszont kiderült, hogy a Puskás elmesélte azt a sztorit, vagy hát ő tulajdonképpen így elmondta, hogy ez nem igaz, hogy a meccs közben szerette volna befenyíteni, de az igaz, hogy az 50-es években már az látszott, hogy nagyon nagy a jövedelem hiány. Tehát, hogy sokkal több pénzt kellett volna, hogy kapjanak ezek a magyar focisták, az aranycsapat tagjai, de nem professzionalizálódhattak. És a Puskás bemondta a labdarúgó szövetségnek, meg a pártitkároknak, meg nem tudom, hát gondolom akár Kádárig is, tehát, hogy ha nincs pénz, akkor itt nem lesz nagy foci soha. Tehát, és a Puskás állítólag mondta azt, meg ezt ő le is nyilatkozta, hogy ő ezt mondta, csak olyan értelemben, hogy a magyar foci addig nem lesz nagy, nagyon nagy, nemzetközileg nagy, amíg csak kis pénz van, és a magyar focisták, amatőr focisták, már pedig az 50-es években mindenki amatőr focista volt. Erre 2024-ben. Igen, tehát erre ugye rácáfoltunk. Itt, ha megtalálom a Hofi 70-es években, mert a YouTube-on iszonyú sok Hofi van föld, megpróbálom megkeresni, és én be fogom játszani ezt a sztorit majd a megfelelő helyen a vágás közben a Hofitól. Akkor még egy utolsó megjegyzés, például a Puskás Hungary című film, nem láttam egyébként ezt pár évvel ezelőtt forgatták, abban se szerepel ez, pont, mert nem bírták igazolni, nagyon sokat kutattak állítólag a film írói, hogy ezt vajon Puskás így fenyegette, és nem merték belerakni, mert nem látták bizonyítottnak. Szoktál te hallgatni podcastokat? Szoktam, de nagyon... Vagy inkább szereplőjük vagy? Nem, hallgatom. És van-e olyan podcast, amit szívesen ajánlanál hallgatóink? Nem mindig a vendégeinket kérdezzük meg ilyenkor elsőben. Jaj, nehéz kérdés, nem. Azt hiszem, most nem tudok ilyet mondani. Megleptél a kérdéssel. Képzeld el, hogy nagyon... Tehát én ma fogok olyan podcastokat hozni, ami ilyen űrt tölt be magyar podcastok terén, és például szociális szférájú podcast nem nagyon van, pedig szerintem elég sok ember hallgatna ilyeneket. Pár évvel ezelőtt szűnt meg az utolsó, amit már egyszer említettem, de megpróbálom előkeresni a show-nozóba, be fogom linkelni. Volt régen egy olyan, ami szociális témájú online magazin volt, és őnekik volt podcastjuk. De szocmunkásoknak nincs ideje egy podcastába volt. Értem. Szarrá vannak hajtva. Értem. Ha összejönnek, akkor panaszkodnak, és lejönnek együtt az életről, úgyhogy ez... Vagy berúgnak, vagy olyanok. De az ilyen Telex, HVG, Partizán, 444, tehát nekik sincs túl sok szociális témájú podcast adásuk, talán néha a Partizánnak van. Partizán is 444-es kísérlet. És a 444-es van kísérlet, igen. Igen. Illetve a HVG-nél pedig az van, hogyha írnak nagyobb anyagokat a 360-ra, tehát fizetős, akkor néha belekerül a felolvasásuk közé egy hosszabb cikk felolvasása, de kb. Ennyi. Zsuzsa, neked van olyan podcast, amit felfedezti újat? Amit most elválogattam, Szex Kultúra Podcast. Nem tudom megnyitni, mert itt nincs térelő, de nem fogjátok elhinni, hogy mi a témája. Szex? Nem áll. De nem egy pornó podcast. Antikróma vagy antikgörög? Most találtam ki a pornó podcastet. Na, az mennyire menőnek? Én fel vagyok iratkozva egy amerikai pornó podcastra egyébként, ez egy létezik, csak Magyarországon nincs ilyen. Minden ötletem ezt találtam. Amerikában van, például... Körbülnek egy asztal körül és szexről, szexelnek fejben. Kettőféle is van, amire fel vagyok iratkozva. Az egyik olyan, aki korábban pornóproducer volt, kiugrott, mert annyira besokolt az egész szcénától, és nagyon sokat küzd az ellen, hogy a pornóban nagyon durva visszaélések vannak. Abszolút. És ő ezek ellen küzd, tehát hogy ő egy ilyen rablópandúr effektus. Egyébként a fickó Magyarországon él, és itt készíti a podcastjukat angol nyelven egyébként. Gyönyörű, és az elmúlt egy évben elég sokat dolgozott azon, hogy a Pierre Woodman ellen szólalt föl, és cikkeket írt, és podcastokat készített az ügyben, hogy nagyon súlyos, amit Pierre Woodman Budapesten végez, vagy hát csinál, szóval, hogy ez az egyik, amire fel iratkozva, a másik Pierre pedig... Woodman nevét tudnia kell mindennek, aki néz pornót, vagy nem néz, vagy... Szerintem eléggé ismerik az ő nevét, jó, igen, és én most hadd ne létszíne... A többiek ne googolizzanak rá, ne! Tényleg ne! Tehát, hogy van egy ilyen, és egy másikra pedig fel iratkozva, azok pedig két nő, akik... ilyen viccesen földolgozzák egyes pornó témákat, és inkább szórakoztató műsort csinálnak. Oké, tehát ez a Szexkultúra Podcast nem olyan, mint amit te elmeséltél, hanem inkább a szíjés részéről közelíti meg a történetet, és úgy próbálja egy kicsit árnyalni ezt a szexualitást, mint témát, meg hogy intimitás, ilyesmi. Viszonylag rövid podcastok, azt hiszem, hogy ilyen fél órás szokott lenni, és érdekes lehet annak, aki ebbe egy kicsit elmélyedne. Te, Zoli, hoztál podcastot? Zéró, én sajnos beszorultam a saját buborékomba. Igen, így van, és nagyon irigylem az idődet, hogy, meg az időtöket, hogy ki tudtok abból kukkantani. Ugye paradicsom kacsolás közben a legjobb podcast. Isteni lehet paradicsom kacsolás közben podcastot hallgatni. De tényleg, de halál komolyan mondom. Főleg, ha van tirelira térerő. Én hoztam két podcastot, új felfedezéseim. Ideig nem voltak ilyen magyar podcastok, most viszont van már két művészeti podcast is, ami egy nagyon fura állatfaj lehet, de hát miért ne? Tehát itt képzőművészetről képzőművészek beszélgetnek, tehát festők, fotoművészet... És így elmondják, hogy mi láthatunk. Hát igen, ugye elsőre ugye nekem is ez ugrana be, tehát ezért ez egy nehéz műfaj. Nehéz műfaj, de van. Az egyiket úgy hívják, hogy zéró művészeti podcast, a másikat pedig úgy hívják, hogy TCX művészeti podcast, fogalmas is, hogy mit jelent a TCX. Annyit tudok viszont, hogy ezek korábban együtt csinálták a podcastot, csak külön váltak, és ezért van két művészeti podcast. Meghívott művész beszélget arról, hogy a kiállítása hogy készült meg el újabb anyaga, és hogy mi az ő karrierje, művészeti karrierje, tehát hogy körülbelül ilyesminek érdemes elképzelni. Én azt gondolom, hogy akit érdekel egyébként a művészet, az próbálja ki, nézze meg, belinkeljük majd az RSS linkjeiket, meg az egyéb ilyen elérhetőségeiket, hogyha valaki érdeklődik a művészet iránt, próbáljon rá ezekre a podcastokra. Szokatlan zárásként elkanyarodnék egy pillanatig, a minap szembe jött velem egy 24.20 cikk, ami arról szólt, és hogy így kapcsolódik a mai témáinkhoz, a művészethez és a szexuális erőszakhoz, vagy a kapcsolaton belül erőszakhoz, a nők elleni erőszakhoz igazából. Egy szobrászművész elkészített egy faszobrot, a faszobor egy Szűz Máriát ábrázolt a szülés közben. Ezt kiáltották egy kiáltótérben. Egy templomban. Egy templomban ráadásul, igen, így van, tehát hogy, tehát, hogy az ottani katolikus képviselet áldását adta el a dologra, és alig 4 nap telt el, hogy lefűrészeljék a fejét. És ez engem annyira megdöbbentett. Nem tudom elképzelni, nagyon jól kapcsolódik egyébként a Ferencváros. Hát, mindegy, ez a számtalan kérdést vett fel. Igen, és azt gondolom, miért pont fűrész, miért pont fej. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, kedves hallgatók, itt az adás végéig. Köszönjük szépen Petrának, Lombos Petrának, hogy beszélgethettünk veled. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jó volt a ha lehet ilyet mondani, a témám ellenére, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon jó volt, köszönöm. És hát, amit ilyenkor szokásosan el kell mondani, iratkozzatok föl ránk, vagy kérdezzetek, írjatok e-mailt, kommenteljetek, lájkoljatok, nem tudom, mit kell. Intézzétek el, hogy legyen több befogadó lakás, meg egy ilyen ez a működési modell. Igen, a területetekbe, vagy a városotokba, vagy a falutokba. Írjatok képviselőtöknek, hogy csináljon. Vagy ha ti magatok vagytok képviselők, és vagy városvezetők, kerületvezetők, mert ilyen is előfordulhat szerintem a podcastunk esetében, talán. Igen, talán. Akkor ez egy fontos mondat volt, tehát akkor érezzétek ezt egy olyan témának, amit ti magatok belső motivációból elkezdtek majd hajtani, mert ezt senki más nem fogja hajtani, ha nincs belső motiváció onnan belülről. Ámen. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!